A kivitelező tájékoztatása alapján a tervezett ütemezés betartásával megfelelően és jó ütemben haladnak a szakemberek a vasműút felújítási munkálataival. Az ellenőri feladatok a DVG ZRT-hez tartoznak. Hát körülbelül 2 hete kezdte el érdemben a kivitelező a munkát, és majdnem teljes szegélyezéssel elkészült. Párhuzamosan a vasműút jobb oldali szélső, tehát a széles járda felújítása is elkezdődött. Annak ugye felét lezárták a gyalogosok elől, és kialakításra kerülnek a zöld szigetek, valamint a térkövezés is el fog indulni hamarosan. Időközben a térvilágítás felújítás is zajlik, amit ugye nem sokan tudnak, de az is ugye kicsit akadályozza, úgymond a előrehaladást. Csütörtökön újabb szakaszához érkezett a kivitelezés, ezért a Kossuth Lajos utcának a Dózsa mozi felőli oldalát is lezárták, hasonlóan a Babits Mihály József Attila Ady Endre utcákhoz. Azért kellett lezárni, mert az úttest egy szakaszának átvágása szükséges a közműveket, illetve vízelvezetést érintő szakasz felújítása érdekében. A mentőkkel folyamatosan egyeztetnek az útvonalakról, hogy az ő közlekedésüket se akadályozzák, például az összes bekötő út a Május 1 utca felől megközelíthető. A forgalom most ugye a középső sávokon halad, azért, hogy a szegélyezést és a szélső szerkezet megerősítést a kivitelező el tudja végezni. Ez, ha elkészül, akkor a szélső aszfaltozás végzik, és a forgalom kikerül a szélső sávokba, és akkor kerül felújításra közepe a vasműtnak. Augusztus végére vélhetően a nagy volumenű munkák elkészülnek. Rengeteg helyen elbontották a buszmegállókat. Vannak, amelyeket teljes körűen felújítanak, a többinél pedig új utasvárot helyeznek ki. Az önkormányzat még 2017-ben kezdett tárgyalásokat a GC Dekaux Hungary ZRT-vel az általuk üzemeltetett buszvárok cseréjének és újak kihelyezésének ügyében, mivel a város területén lévő 13 utasváró és a hozzájuk tartozó 45 citylight berendezés, vagyis a reklámtáblák elhasználódtak és azok cseréje szükségessé vált. Aztán még tavaly megállapodást is kötött az önkormányzat ezzel a céggel. A szerződés tartalmazza, hogy a cég az utasvárok közül 8 darab már meglévő várot új K4-es típusú váróra cseréli, és 16 helyszínen új K4-es utasvárot helyez ki, valamint 5 helyszínen a már korábban kihelyezett várót teljes körűen felújítja. Ezek üzemeltetését a cég vállalta, havonta tisztítja, karbantartja, az üvegcsere, az ülőke felújítása, pótlása, a vitrinek világításának javítása. Továbbá, ha kár keletkezik a várokban, a baleset veszélyt megszünteti. Az érintett buszmegállók közül 16 az önkormányzat tulajdonában van. Ezek elbontását, helyreállítását, tereprendezését a város mintegy 12,6 millió forintért végzi el. A városüzemeltetési osztály tájékoztatója alapján összesen 29 helyszínt érint a beruházás. Ebből 16 helyen a már meglévő várók helyére kerül az új építmény. A kivitelezés folyamatos, várhatóan ez év december 31-ig végeznek velük a szakemberek. A D+ TV híradóját Molnár Emese tudósította.